Na sziasztok! Na itt az új webkamera, ugye, mert az előzőnek a látószöge, illetve milyen? A látószöge zavart, meg a fényviszonyok. Szóval lett helyett egy Asus C3-as webkamera, aminek a látószöge már sokkal jobb. A minőség az kb. Ugyanolyan, szerintem, de lehet, hogy jobb. Ha meglátjuk. Hoppá. És akkor ezt itt kéne kivontani, ugye? Aha. Csak ezt meg nem bontottuk így még ki. Jó. Ó. Oh. Na. Mondjuk kapunk egy ilyen kis fizetkét. Fogom egy picit leveszem. Jó, hogy mi hol van? Hát vejöttem a hangot, hogy így sem. Ja, egy ilyen kis... Ez a... ez a jó tálása. Vérenci kárd. És itt lakozik benne a kamera. Na nézzük. Nézzük a jó szagot. Új, de hosszú kábeled van. Jéj, és mi van itt alatt valami? Nincs. És itt lenne a kis kamera. Van rajta egy ilyen burkolat. Ilyen jó hangja volt. Uh-huh. És itt van ő. És lehet állítani. Itt ilyen kis tapadás, csúszásgátló van rajta. Két méter. Hát ez szerintem van bő 2 méter. Na és említek Full HD 30 FPS bír. Látószöge viszont, látószöge az jó, és mi van még itt ráírva? Wide angle lens, igen, az van ráírva. Hol van az? Ott, hogy wide. Mutasd meg. Nem akar fókuszolni. Hülye fények. Azért, mert ez alig látszik még így is, és Full HD 1080p. Na úgyhogy kipróbáljuk a streambe. Hogyha látjátok ezután, az unboxing után a streamet, akkor ez ezzel lesz. A másik kamera meg új, és ezt is be lehet tenni a tripodba. Úgyhogy kipróbáljuk, és lehet így állítani. Ó, mindenféle csúszkálási lehetőséget lehet állítani. Még a kamerán is. Na, úgyhogy köszönöm szépen ezt a videót, kipróbáljuk. Ha a kamerát akarjátok megtudni, hogy milyen, akkor ez utáni lévő streamekben megtudjátok, hogy mit is tud a kamera. Mármint most Sundaynál 720p-be fogjuk, de viszont otthon hétfőn meg már kipróbálhatjuk élesbe 1080p-vel. Úgyhogy érdemes azt a tesztet megnézni róla. Na! Reméljük ez a kicsike nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. Van egy Asus ROG Strix A, ami alapból a Strix-es laptopokhoz való, de igazán volt azt a felárat, azt a 14 ezeret nekem nem éri meg, szóval inkább ez a másik, ez az Asus C3-as kamera. Bőve jó nekem, és bőve jó a streamhez is. Na, úgyhogy gyerekek, kipróbáljuk, megnézzük. Ezzel lesznek mostantól a streamek. Én köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt az Asus C3 webkamera unboxing videója. A tesztek pedig a streamben. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Ha tetszett, like, nem tetszett, dislike. Mi voltunk az Asus kamerával.
lent leírásban DC szerver, gépadatok, minden egyéb cucc. Na, legyetek jók, szevasztok! Na, csá, sziasztok!